A leccsó híres 20. századi ételklasszikus, a magyar gasztronómia egyik alappillére. Az elkészítésének számos formája van, ami évtizedek óta vitatárgyat képezi a leccsó rajongók körében. Főzik bográcsban, szabad tűzön, serpenyőben és fazékban is. Ízesítésében is széles a repertoár, kolbászos, csípős, tarhonyával vagy tojással gazdagított. A tolnai vándorló szépkorúak baráti köre immáron második alkalommal rendezte meg a Lecsó Fesztivált. Reggel óta 5 bográcsban készültek az ételek, amiket aztán egy 3-tagú zsűri díjazott. Közösen megvásárolt alapanyagokból főzték az ételeket, de az már egyéni döntés volt, hogy ki mivel gazdagítja a saját remek művét. Én már a Lecsó Fesztivál, az már másodízbe, tavaly október 4-én volt az első, olyan nagy sikere volt. Azóta már főztünk itten pörköltet, júniusban, és hát most kicsit előrébb hoztuk a Lecsó Fesztivált. Nagyon-nagyon félünk, hogy olyan intézkedések lesznek, hogy lezárnak mindent, és nem tudjuk megrendezni. És kint voltunk a kertekben, megnéztük, megértek a paprikák, a paradicsomok, fantasztikusak, és akkor úgy döntöttük, hogy főzünk majd egy lecsót. Mindenki a saját terményét használja? Nem, közösen megvettük a alapanyagot, 5 bográcsba fogunk főzni, mindenki megmondta, mit szeretne, mindenki megkapja az alapanyagot, a paprikát, hagymát, a paradicsomot, és azon kívül, amit szerettek volna. És azokat beszereztük, és most reggel szét lett osztva, és mindenki tüsténkedik, főzik a finom lecsót. Került a bográcsokba mangalica szalonna, kolbász, cukkini és zöldbab is. Nem csak az alapanyagokban volt különbség, hanem az elkészítési módban is. Mi születi hangulatot, megtakartuk szinkát, a darikát, a legébb. Szalonnát kiolvasztottuk a zsírjából, kiszedtük, azt majd csak a legvégén fogjuk visszatenni, hogy megmaradjon ropogós állapotban, és akkor azon a zsíron a hagymát megpirítottuk, és rá a paradicsom, rá a paprika, és valami sütjük. Extra összetevő? Összetevő nincsen, annyi, hogy nem főzzük, hanem sütjük. Hogy készül a lecsó? Nem tudom, én csak a kukta vagyok. Ó, és ki a szakács? A feleségem, valóban eltűnt itt a feléken. Én csak egy ilyen kézilány vagyok itt, aki apróságokat csinálja. Kíváncsi lettem volna rá, hogy van-e benne valami turpisság, vagy hagyományos módon készül. Hát, nagyjából hagyományos módon készül. Kis cukkinivel van megbolondítva. Más szerintem extra dolog nincs benne. Minden hónapban az aktuális névnaposok, születésnaposok meg lesznek köszöntve, és most nagyon jeles, mert tegnap előtt volt egy 60 éves csoporttagunk. A 60 éves, a kerek évfordulósok, azok mindig kapnak egy kis mini zsúrtortát is. Ezzel fényesebben tesszük a születésnapját, és utána kötetlen beszélgetés lesz Totó. Minden rendezvényünkön szokott lenni Totó, ilyen kvíz kérdésekkel, most csak a csoport életéről. Mikor alakultunk, hányan vagyunk, jöttek jogárdi, nyugdíjas körből is jöttek, jöttek tengerésző, jöttek szexárdi magyar nótások itt van nálunk a Magyar Kultúra Lovagrenddel kitüntetett személyisége, Bodnár Cecil, ő tárogatózni fog, és akkor énekelünk. A baráti kör kabala babája is része a vigadalomnak. A hagyomány az, hogy minden esztendőben valamelyik meghívott vidék népviseletébe öltöztetik, megtisztelve ezzel a vendéget. Idén Sióalgárdi népviseletet kapott. Az egész napos programon közel 70-en vettek részt.